20 éve mióta nem állomásozik idegen hadsereg az országban, azóta ugye bizonyos értelemben szabadok vagyunk, és igazából nem szerettük, és nagyon sokaknak nagyon jó okaik volt rá, hogy ne szeressék. A létbizonytalanság, a szorongás, a szegénység, a kilátástalanság, meg hogy nem megy semmi sem erre, a szabad emberek mindig mindenen vitatkoznak, és hogy az egész követhetetlen, és nyűgös, és kellemetlen, és teljesen áttekinthetetlen, ami szintén borzasztóan nyomasztó, és azt hiszem ezt, hogy, hogy ilyen nagyon elrontottuk az első szabad 20 évünket, azt érezte meg, meg a jelenlegi hatalom, és bizonyos értelemben azt tudta sejtetni, hogy ez a szabadság ez nem olyan nagyon jó dolog, mint mindannyian látjuk és tapasztaljuk, úgyhogy voltak éppen olyan sokra nincsen belőle szükség, és most az lenne a nagy lehetőségünk, hogy kimenjünk és jól érezzük magunkat, és átéljük, és az átélésen keresztül meg is tudjuk mutatni, hogy a szabadság szép, vonzó, vidám, szolidáris és állati kellemes. Úgyhogy ezért a tapasztalatért lesz érdemes kijönni.